Szakmai tanévnyitó, csökkentik a tanulók terheit, a tanárok adminisztrációs feladatait és szabályozzák munkaidejüket, mondta a köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Költségmentes segítség, 0%-os hitelhez juthatnak a fagykárt szenvedett gazdák a Széchenyi kártya segítségével. Szigorúan büntetnek, 10 000 forinttól egészen 9 millió forintig bírságolhatják meg azt a fogyasztót, aki megrongálja vagy szabálytalanul használja mérőóráját. Csökkentik a tanulók terheit, a tanárok adminisztrációs feladatait és szabályozzák munkaidejüket, mondta Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán az iskolaigazgatók számára tartott szakmai tanévnyitón. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2017. januárjától az újonnan megalakult 58 tankerület állami fenntartásba veszi az iskolák működtetését. A korábbi központosítással szemben a tankerületek saját hatáskörben intézik majd ügyeiket, hangzott el a tanévnyitón. Egy listával érkezett a tanévindító szakmai konferenciára a helyettes államtitkár, hiszen szeptembertől megvalósítják azokat a szakmai változtatásokat, amelyben a pedagógus szakszervezetek és az államtitkárság megegyezett. Ezek már jogszabályba is kerültek. Többek között csökkenteni fogják a diákok óraterheit. Az OFI erre több mint 300 tanmenetjavaslatot tett közzé, amelyből válogathatnak az iskolák. Foglalkoztatási kérdésben, az iskolában való bentartózkodás ügyében az iskolaigazgató kapta meg azt a jogot, hogy döntsön arról, hogy hogy szabályozza, meddig kell az iskolában tartózkodniuk a pedagógusoknak. Az osztályfőnöki, diákönkormányzatot segítő munkát végző tanár, munkaközösségvezető tanár munkaidejéből 2 óra beszámítható a neveléssel oktatással lekötött munkaidőbe, hogy néhány példát soroljak ezekből. Ezek már mind-mind jogszabályba kerültek. Július 1-től átalakult a Klebersberg intézményfenntartó központ, országosan 58 tankerület működik. A tankerületek adósságát már korábban rendezte az állam, nagyobb önállóságot kapnak majd szeptembertől, illetve 2017. januárjától pedig át fogják venni az iskolák működtetését. A 3000 lélekszámnál kisebb településeken az állami intézményfenntartó központ volt eddig is a működtető. A 3000 fölöttinél csak ott működtetett az állami intézményfenntartó központ, ahol ezt a települést nem vállalta. Most ez egységesen, generálisan, lélekszámtól függetlenül mindenütt 17. január 1-től az állami intézményfenntartó központ fogja működtető feladatokat is ellátni. Tehát a gázszámlát ő fogja kivitelt kifizetni, a krétát ő fogja venni, a projektorban az izzót neki kell kicserélni, erre utal az előbb, hogy ez most nem lesz vitás kérdés. A beiskolázási számokból az látszik, hogy több férőhely van mindenhol, mint amennyi a tanulók száma. Évről évre kevesebb a gyerek a köznevelésben. Ezt főként a középfokú intézményekben tapasztalják. Országosan 210 ezer gimnazista és 110 ezer szakgimnazista és szakközépiskolás kezdi meg tanulmányait. A helyettes államtitkár elmondta, körülbelül ugyanannyian tanulnak majd gimnáziumban, mint a másik két iskolatípusban összesen. Elhangzott az is, hogy a szakképzés átalakít a szakmatanulás presztízsét továbbra is szeretnék növelni. A szakgimnáziumok kerettantervét igaz, hogy nem foglalták még rendeletbe, de időben elérhető volt az OFI honlapján. 0%-os hitelhez juthatnak a fagykárt szenvedett gazdák a Széchenyi kártya segítségével. A jogosult termelők 3 évre vehetik igénybe ezt a lehetőséget, erre az időszakra a felvett összegnek semmilyen díja sincs. Az érintettek november 30-áig nyújthatják be hiteligényüket. Ebben az ültetvényben komoly károkat okozott a fagy. A bevétel jelentős részétől így el is esett a gazda. Amennyiben a kárenyhítési rendszer tagja volt és emellett piaci biztosítást is kötött, úgy a kiesés 80%-át megtérítik, azonban a kifizetések csak jövő tavasszal kezdődnek meg. A Széchenyi kártyaprogram ingyenes hitellel akár erre az átmeneti időszakra is segítséget nyújthat a gazdák számára. A konstrukció jelentős módosítása, hogy a fagykárt elszenvedett vállalkozások többlettámogatást igényelhetnek a konstrukció keretén belül, hogyha megfelelnek az igénybevételi feltételeknek, azaz székhelyük, telephelyük vagy fiók telephelyük szerepel a fagykáros település listán, rendelkeznek az NVH-hoz benyújtott egységes kérelemmel, amely alátámasztja, hogy van ültetvénynek minősített területük, illetve a többlettámogatáshoz szükséges szabad támogatási kerettel is rendelkezniük kell.
Vagyis a kárt szenvedett gazdák november végéig kérvényezhetik, hogy akár 3 évre is kapjanak költségmentesen hitelt. Javasolnám azokat, akik a fagykár hitelt próbálták, és június 30-áig volt ennek a határideje, ezt alkalmazták, ez meg lett hosszabbítva most november 30-áig, és a jégkárosult települések is bekerültek abba a bizonyos település listába. Azok, akik ott szerepelnek, azok egy támogatott hitelt vernek fel, akár 3 évre is. A közjegyzői díjtól mindent az állam átvállal, minden költséget, úgyhogy egy 0%-os hitelhez juthat minden ilyen gazdálkodó. A kárt ért területnek a 500 000 forint per hektár, vagy a bevételének a 35%-áig. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamaránál az idei évben az Agrár Széchenyi kártya kihelyezett hitelállománya megközelíti a 200 millió forintot. A november 30-ai határidőig pedig további bővülésre lehet számítani. 10 000 forinttól egészen 9 millió forintig bírságolhatják meg azt a fogyasztót, aki megrongálja vagy szabálytalanul használja mérőóráját. A büntetés mértéke attól is függ, hogy milyen kapacitású mérőeszközt szereltek be az adott ingatlanba. Jelenleg 15 millió mérőóra van a fogyasztóknál, sokan mégsem tudják, mire kell odafigyelniük egy szolgáltatói ellenőrzés során. Így néz ki egy szabályosan használt mérőóra, és ilyen egy illegálisan manipulált. Az ezekhez hasonló, szabálytalanul használt eszközök tulajdonosai komoly büntetésre számíthatnak egy ellenőrzés után. Attól függően, hogy milyen kapacitású fogyasztásmérőt használnak, a kötbér mértéke 10 000 forint, de akár 9 millió forint is lehet. A gáz, villany és vízóra mérőeszközöket a szolgáltató előzetes bejelentés nélkül bármikor ellenőrizheti. Egy ilyen ellenőrzés során a szolgáltatónak és fogyasztónak olyan jogai és kötelezettségei is vannak, amelyekkel sokan nincsenek tisztában. Fontos, hogy a fogyasztó először kérje az igazolványokat, hogy be tudja őket azonosítani. Ha ez megtörténik, akkor utána a szolgáltatónak kötelessége elmondani, hogy milyen célból érkeztek a mérőellenőrzéssel kapcsolatban. Tehát egy szerelésről van szó, illetve a mérőberendezés ellenőrzéséről. Ha ez megtörtént, akkor utána nagyon fontos kötelezettsége a fogyasztónak, hogy az egész ellenőrzés folyamán végig ott legyen, és ne mozduljon el a mérő ellenőr mellől, hanem végig figyelje az egész folyamatot. Az ellenőrzés utáni jegyzőkönyvet is írnak, amelyet minden esetben köteles a fogyasztó aláírni akkor is, ha nem ért egyet az ott leírtakkal. A szolgáltatói ellenőrzések egész évben folyamatosak, több mint 1 millió mérőórát vizsgálnak évente a szakemberek. 15 millió mérőóra van kint a fogyasztóknál, ezekből körülbelül 10%-át ellenőrzik évente a szolgáltatók, ez mintegy 1,5 millió ellenőrzést jelent, ebből 1,5 000 panaszügy kerül az energetikai hivatal elé. A 1,5 000 panaszügy többségében a szolgáltatók igazát bizonyítja, kisebb részben a fogyasztóké, viszont egy részükben módosul a kötbér összeg, amit a szolgáltatók alkalmaznak abban az esetben, ha nem tudják teljes körűen bizonyítani a kötbér megalapozását. A kötbér elkerülése és a fogyasztók széleskörű tájékoztatása érdekében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a fogyasztóvédelemmel együttműködve egy közös kiadványt is készített. Az ingyenes tájékoztató füzet mostantól a kormányablakoknál, valamint online is elérhető. 15-re bővül a határvadász alakulatok száma Magyarországon jövő tavaszig, és a tervek szerint Nyírbátorban is működik majd egy egységük, közölte Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A magyar határok védelme nem a bevándorlók ellen irányul, hanem magát a folyamatot szeretnék megállítani, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Október 2-a nem a politikai pártokról, hanem Magyarország védelméről szól majd, tette hozzá Petneházy Attila. A migráció destabilizálhatja Európát, és gazdasági terhet jelent Magyarországnak, ezért kell októberben nemet mondani a brüsszeli betelepítési kvótára, hangsúlyozták a képviselők. A 7 mellé 8-at szerveznek, ezért a rendőrség szeptember 1-től, vagy szeptember elejétől pontosabban toborzásba kezd, hogy minél több olyan embert tudjanak fölvenni, aki alkalmas erre a határvadász feladatra. Novemberben képzések indulnak, és reményeink szerint jövő év tavaszán már kint lehetnek a határon. Mert azt gondoljuk, hogy ez a migrációs nyomás fokozódik, és Európának ellen kell állni. Magyarország jó példát mutat Európának, az európai közvélemény is inkább elismeri ezt.
Elutasítja a kötelező betelepítési kvótát az MSZP, az októberi népszavazást pedig csak pártpolitikai akciónak tartja, mondta az ellenzéki párt nyíregyházi tájékoztatóján Harangozó Tamás. A szocialista politikus szerint drága és felesleges az őszi voksolás, hiszen már most lehet tudni, hogy a szavazók többsége hogyan szavaz majd. Ez körülbelül 10 milliárd forintjába fog kerülni minden kedves választópolgárnak, hiszen közpénzből naponta szembesülnek vele óriás plakátokon, most már mindenféle reklámfelületeken, a televíziókban látott reklámspottokon, és maga a népszavazás is több mint 5 milliárd forintba fog kerülni egy olyan ügyről, ahol pontosan lehet tudni, hogy a magyar polgárok döntő többsége mit gondol, és hát szerintem legalább ilyen fontos, hogy a parlamentben lévő politikai pártok döntő többsége is ugyanazt gondolja, tehát ez egy teljesen felesleges népszavazás lesz. Súlyos sérüléseket szenvedett annak a gépkocsinak a vezetője, amely ma délután fának ütközött a 41-es főúton Napkor külterületén. Az autó totálkáros lett, a sérültet a mentők a nyíregyházi kórházba szállították. Szintén súlyos sérüléssel járt az a baleset, amely Nyíregyházán történt délután a Kállói úton. Egy kis teherautó tartott Nagykálló irányába, amikor egy szemből érkező személygépkocsi áttért a másik sávba, és frontálisan ütközött a vétlen autóval. Mindkét jármű totálkáros lett, a vétkes autó vezetőjét kórházba szállították. A mentést és a helyszínelést teljes útzár mellett végezték a szakemberek. Közel 1 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázott Vaja, a részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Hazaérkezett Rióból Hellebrand Máté, a nyíregyházi gyalogló elégedett olimpiai szereplésével, mivel egyéni legjobbján 7 másodpercet javítva a 28. helyen végzett az ötkarikás játékokon. Pokrovenszki József tanítványa még 2 versenyen áll rajthoz a szezonban. Egy pontot szerzett Sopronban a Kisvárda Mastergood, a labdarúgó MB2 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese 1-1-es döntetlent játszott a hazaiak csapatával. A tabella második helyén álló várdaiak vasárnap a Békés Csabát fogadják. Közel 1 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázott Vaja. A nyírségi településen az elmúlt években több beruházás is megvalósult, korszerűsítették az idősek otthonát, és új bölcsődét is építettek. A jövőben egészségügyi központ épül, és turisztikai vonzerején is szeretne javítani a város. Most még üres ez a telek Vaján, itt szeretnének egy egészségügyi központot létrehozni. Az új orvosi rendelőben 2 házi orvosi és 1 fogorvosi praxis terveznek, amelyek a szomszédos település lakóinak ellátásáról is gondoskodna. A 4000 lakosú település folyamatosan fejlődik, az elmúlt években több beruházás is megvalósult a városban. Megépült a bölcsőde, a 26 férőhelyes intézmény jelenleg is teltházas, de az idősek otthonát is korszerűsítették. Most 6 pályázaton összesen 900 millió forintos fejlesztési forrásra pályáztak. 6 darab a terület és település fejlesztési operatív program keretében lett benyújtva. Ezek először is szeretnénk egy új egészségügyi központot létrehozni. Szeretnénk egy új piacot, termelőpiacot létrehozni a településen, de nagyon fontos beruházás az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése. Az általános iskolában megújul majd a fűtés és a világítás, valamint napelemeket is szeretnének telepíteni az intézményre. Erre összesen 190 millió forintos támogatást szeretne elnyerni a település. A város idegenforgalmi vonzerejét is szeretnék növelni. A nyírségi turisztikai fejlesztésben konzorciumi partnerként vesz részt az önkormányzat, a Vajai tópartot és környezetét tennék turista baráttá. Nincsenek igazán kihasználva a turisztikai adottságok. A tóparton szeretnénk ezt a horgász és az ökoturisztikai fejlesztést megvalósítani. Kevés a szállása is a városban, illetve itt a múzeum melletti alkotóházat szeretnénk fejleszteni. Későbbiekben több művésztábort, művésztelepet ide csábítani.
A munkálatok ősszel elkezdődhetnek, befejezésük után pedig a korábbinál komfortosabb szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe a település lakói. Hazaérkezett Rióból Hellebrand Máté, a nyíregyházi gyalogló elégedett olimpiai szereplésével, mivel egyéni legjobbján 7 másodpercet javítva a 28. helyen végzett az 5 karikás játékokon. Pokrovenszky József tanítványa még 2 versenyen áll rajthoz a szezonban. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyetlen riói olimpikonja szerdán az aranygéppel érkezett haza Brazíliából, majd részt vett a versenyzők köszöntésére szervezett budapesti rendezvényen. A 20 kilométeres gyaloglásban élete legjobbját elérő atléta csütörtökön már Nyíregyházán mesélt 5 karikás élményeiről. Nagyon jó élményekkel gazdagodtam, és meg is vagyok magammal elégedve, ami a versenyt illeti. Az volt az elsődleges célunk, hogy az egyéni csúcsomat megdöntsem, illetve hogy a londoni eredményemen javítsak. Ez sikerült, ugyanis a 28. helyen értem célba, illetve az egyéni csúcsomon is tudtam javítani. Annyi hiányérzetem van, hogy 2 figyelmeztetéssel küzdöttem az utolsó 5 kilométeren, és így egy kicsit vissza kellett venni a tempóból, ami azt jelenti, hogy legalább egy fél percben nem maradt a versenyben, de lesz még alkalmam javítani ezen, ezért annyira nem búslakodom. Az olimpián több magyar sportoló is elmondta, hogy újoncként nem volt egyszerű feldolgoznia az 5 karikás játékok hangulatát. Máté számára már nem volt ismereten a közeg és a minden irányból megnyilvánuló érdeklődés. Már tisztában voltam, hogy mivel jár ez az úgynevezett olimpiai láz. Már nem voltam feszült, nem voltam annyira ideges, és nem izgultam annyira, mint Londonban. Igazából az első pár napsütött a versenyig nem is mentünk ki úgy a faluból, nem volt városnézés, nem volt izgalom, tényleg csak a versenyre próbáltam koncentrálni, és kizárni tényleg ezt az olimpiai lázzal járó hangulatot, és ez sikerült is, és hát ez annak köszönhető, hogy Londonban ezt már átéltem, és igazából tényleg úgy indultam a versenyen, hogy nem volt bennem ez a nagy izgalom. Az immár 2-szeres olimpikon nem állt le az edzésekkel, mivel a jövő hét végén a Superliga döntőjében, majd egy héttel később a csapatbajnoki fináléban áll rajthoz. A jövő évi londoni világbajnokságnak már biztos résztvevője Pokrovenszky József tanítványa, aki mindenképpen szeretne majd ott lenni a 2020-as tokiói játékokon is. Egy pontot szerzett Sopronban a Kisvárda Master Good. A labdarúgó MB2 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese 1-1-es döntetlent játszott a hazaiak csapatával. A tabella 2. helyén álló várdaiak vasárnap a Békés Csabát fogadják. A 2 meccses dunántúli túra 2. találkozóján Sopronban lépett pályára a Kisvárda. Az első félidő a vendégek fölényét hozta, de csak 2 kapufáig jutottak cseréjék. A 2. játékrész elején megtört a jég, Olá Gergő fejelt a hazai kapuba. A hajrában a soproniak mindent megtettek az egyenlítésért, és az erőfeszítéseket a 90. percben siker koronázta, így a Kisvárdának be kellett érnie 1 ponttal. Benne voltam a mérkőzésben, hogy meg lehet nyerni. Mindent meg is tettünk ennek érdekébe. A 2. félidő utolsó 10-15 percében azért egy kicsit látszott a csapaton a fáradtság. Jelen megmutatkozott, hisz egy komoly kirándulásnak nevezhető, hisz 4 nap alatt ugye 2 ilyen mérkőzést lejátszani, az nem egyszerű dolog. Összességében a végére azt mondom, hogy igazságos volt a döntetlen, mert ugyanúgy, hogy nekünk meg volt a lehetőség, nekik is meg volt a végén a lehetőség arra, hogy akár nyerhetnek is. Maximumot hoztunk ki belőle, természetesen fájó, hogy az utolsó percekben kapsz egy gólt, és ezáltal elúszott 2 bajnoki pont. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba Puskás Akadémia 5-0, Nyíregyháza Spartakus Kozár Misleny 0-4, Vác Balmazújváros 4-2, Cigánd Soroksár 0-1, Szeged Szolnok 2-1, Moson-Magyaróvár Grosics Akadémia 1-1, Siófok Dorog 0-2 és Csákvár Budaörs 2-1. A tabella élén a 12 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 11 pontos Kisvárdát, Csákvárt és Nyíregyházát. A Kisvárda vasárnap a 19. helyezett Békés Csabát fogadja. Nem a helyezésekkel kell, hanem a játékkal kell foglalkozni. Itt bárki, bárhol pályára lép, nyerhető mérkőzés, hisz akik fölvállalják a játékot, ott azon a mérkőzésen előfordulhat bármilyen eredmény.
Vannak csapatok, 1-2-3, akik maximálisan csak a védekezésre törekednek, nyilván, hogy az ellen nagyon nehéz játszani. Hát ezt most a Békés Csaba szerintem nem ilyen lesz, hisz őnekik is most már megvan az első győzelmük, és nem annyira rossz csapat, hogy amit a tabella mutat jelen pillanatban. A Kisvárda-Békés Csaba mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Soroksár-Csákvár, Budaörs-Vác, Cegléd-Mosonmagyaróvár, Grosics Akadémia-Siófok, Dorog-Nyíregyháza-Spartakusz, Balmazújváros-Zalaegerszeg, Kozár-Mislen-Sopron, Szolnok-Cigánd és Puskás Akadémia-Szeged. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Csökkentik a tanulók terheit, a tanárok adminisztrációs feladatait és szabályozzák munkaidejüket, mondta Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán az iskolaigazgatók számára tartott szakmai tanévnyitón. 2017. januárjától az újonnan megalakult 58 tankerület állami fenntartásba veszi az iskolák működtetését. A korábbi központosítással szemben a tankerületek saját hatáskörben intézik majd ügyeiket, hangzott el a tanévnyitón. 0%-os hitelhez juthatnak a fagykárt szenvedett gazdák a Széchenyi kártya segítségével. A jogosult termelők 3 évre vehetik igénybe ezt a lehetőséget, erre az időszakra a felvett összegnek semmilyen díja sincs. Az érintettek november 30-áig nyújthatják be hiteligényüket. 10 000 forinttól egészen 9 millió forintig bírságolhatják meg azt a fogyasztót, aki megrongálja vagy szabálytalanul használja mérőóráját. A büntetés mértéke attól is függ, hogy milyen kapacitású mérőeszközt szereltek be az adott ingatlanba. Jelenleg 15 millió mérőóra van a fogyasztóknál, sokan mégsem tudják, mire kell odafigyelniük egy szolgáltatói ellenőrzés során. A Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 25-én csütörtökön. Friss hírekkel péntek este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk. Az időjárási frontok elkerülik térségünket, egy anticiklon egyre melegebb, száraz levegőt szállít fölénk. Éjjel derült lesz az ég, csapadék nélkül, az északkeleti szél időnként megélénkül. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben szinte zavartalanul napos, száraz idő ígérkezik, a keleti szél helyenként megélénkül, délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Hétfőig jobbára derült vagy felhőtlen lesz az ég, napos, csapadékmentes időre van kilátás. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap és hétfőn hazánk nagy részén kánikula, hőség várható. Ugyanakkor a már hosszabb éjszakákon átmenetileg felfrissül a levegő. Kedden egy érkező hidegfront vett véget a hőségnek, szerdára nagyjából 5 fokkal visszaesik a hőmérséklet, és több felé várható zápor, zivatar.